Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kívásos végigjátszásomat Valkyriával. És mit maradt abba ugye, hogy Scarbrand megtámadta az egyik démon hercegemet és seregét. A seregével, meg ugye ő maga. És hát... Igen, elég erős serege van. Ugyanúgy az én seregem is ugye nagyon jó, de mégiscsak Scarbrandről van szó, plusz ugye egy egységgel nekik több van. De elméletben az én egységeim jobbak, mint az ő egységeik. Mondjuk van ugye két Regiment of Renown is, ugye? Hadd jöjjenek! Csomó Chosen és Minotaur, ugye? Ajajaj. Várjunk, azt a Regiment of Renown Bloodthirstert, azt el is tudom intézni a... izével. Démon herceggel. Na, gyerünk! Mi az eget csinálsz? 143 támadóerővel nem tudja bevinni az ütést? Mi? Mi? Haver, ne szívassál! Hát nyomjad neki, hát... Hát nehogy már, hát nehogy már! 54 melee defense van, mi a franc? Vicc te kis rossz! Ott van Scarbrand. 999 fegyvererősség. Oké, annak a Bloodthirsternek annyi. Oké, jön a Chosen of Khorne. Oké, okay, ott jön Scarbrand. Oké, a Chaos Lovagokat lemészárolták. Ezé a Minotaur. Oké, amúgy a démon hercegem könnyedén lenyomja Scarbrandet. Ja, ó, wow, olyakat sebez rajta, hogy hihetetlen. Ja, 31 melee defense van, nem meglepő. Ja, Scarbrandnek vége is. Szép, szép, szép. Chaos comes! Stone crushes of horror!
Oké, a nagyon legyengült egységek vissza. Oké, azt hiszem, hogy nem, ez nem lesz meg úgy, hogy nem veszítek el egységet teljesen. Oké, nem is érdemes nagyon próbálkozni, úgymond. És hát érdemes, de igazából épp annyira mégsem. Amit elveszítek, azt elveszítem, az kész, annyi baj legyen. Ó, több Bloodthirstert is megidéznek. Á, bakker. Meg tudnak idézni több Bloodthirstert. Oké, a jobb szárnyon valójában lenyomtak minket. Várjunk, a végén veszítünk, vagy mi? Á, nem, Army Loss, az oké. Oké, ugye... a Démon Hercegnek mindössze 4 ölése lett, de majdnem 42 000, vagy több mint 42 000 sebzést okozott a végén, mert ugye még megölt néhány menekülőt. De ugye egész addig még az ellenség harcolt ellene, összesen majdnem 42 000 sebzést okozott. Mert ugye elintézte Scarbrandet, elintézett 3 Bloodthirstert ugye, 1 Regiment of Renown és 2 megidézett. Oké, jól látom, elveszítettem 1 Skullcrushers és 1 Exalted Bloodletters of Khorne. Az valójában tűrhető. Ezt vissza is tudom venni. És kell a Skullcrusher, az nagyon jó. Demon Prince! Deathbringer! Demon Prince! Oké, ugye minden irányba küldöm a seregeket. Demon! Conflict is endless! Ascended! I have risen! Demon Prince! Demon Prince! Kill! For Karnath! Come! Take this sacrifice! Prepare for the battle to come! This time! Lord of Khorne! Gifts of Khorne! Okay, itt jön még ugye egy sereg. Demon Prince! Dark Princess. Good. Demon Prince. Perpetuate. Conquer for chaos. It
eternal blasphemy! The throne of conquest! Yes, my ruinous power! Lord of Khorne! Incarnate stay! Oké, okay, még ugye lehet néhány helyen építkezni. Oké, de... 2-4-5 kéne egy martalóc egység, amit ugye szépen lassan ki kell fejleszek izére. Chaos lovagra, utána pedig Skull Crushers. Ám bár az valójában már nem lesz meg, mert ugye addigra elfoglalom a teljes térképet, de a lényeg ugye, hogy ott van. Obsidian Blade és Axe of Khorne, király, az jó. Termed with power. The demonic host. Into darkness. To the skulls. Going with fury. Dark princely. Oké, itt nincs senki, és nincs épület, ami... De van épület, ami városi őrséget ad. Mondjuk, ugye... Az Exiles of Khorne, ugye? Exiles of Khorne. A Scarbrand. A városi őrségük általában mindig ilyen gyenge, ugye? Mondjuk, jók a izék, jók ugye a Bloodletters of Khorne, de valahogy... Valahogy kevés maga az egység, ugye? Eternal blasphemy! I unleash the bloodlust! Ah, elvettek egy izét, egy Skull Crushert. Ascended! Beg for my blessings. I have risen. Demon Prince of Khorne! Termed with power into darkness. Kicsit rossz tud lenni, mert ugye Slaanesh el tud venni egységet tőlem. Deathbringer, ascended! Murder them! Ruination and death! Okay, a Quelig frakciónak vége. Egy néppel kevesebb. Excellent. Termed with power. I'll make it brutal. Conquer for chaos. Will collect. Deathbringer. Killing. Will be all the easier. Good. Now we see. Okay, itt van vas ugye, ami extra páncélt ad. A káosz harcosoknak jelenleg 180 páncélja le, vagyis van összesen a izének. A káosz harcosoknak. Vagy ugye a káosz harcos ugye, ami... Khorne, az például 202 páncél. Vagy ugye van, amelyik 190. Attól függ ugye, hogy milyen lord vezeti. Azért az durva. Exalted Wulfglotr!
An artifact of ruin. Demon Prince! To the skulls! Várjunk, ez... Bloody Sword, ők ugye Slaanesh vazallusai. Oké, okay. Az úgy vicces. Lassan meg lesz ugye mindegyik Dark Fortress site. Oké, azt hiszem jött még egy körváltás, várjunk, új nép nincs. Ám bár azt hiszem, hogy a Körgen hadicsapat ugye hamarosan megint visszatér. Chaos incarnate, going with fury. Turned with power. Forget it. Oh, hello. Mortal folly. Moving out. Viszlát. Conflict is endless. Túlságosan gyengék az a baj. Bár lett a végén egy Talisman of Preservation. There is favor to be had. Useful adornments. Tökéletes, lett ugye még egy démon herceg. Tökéletes, a frakciónak ugye vége lett. Igazából nem nagyon tetszik az ugye, hogyha például elfoglalok egy várost, ami úgymond alapból a Jussák frakció, és akkor ugye, hogyha elfoglalom, akkor ők csak úgy megjelennek a város mellett. Valahogy nekem ez nem tetszik. Ah, még ott van az Infernius provincia is. Nagyon jó, egy újabb Dark Fortress site. Itt van ugye a Scarbrand-nek a megmaradt néhány egysége. Aranygerendás, Minotaur, meg Chosen. 15-ös szintű Exalted Bloodthirster. The demonic host.
Ascended! Brain death! Bacchanal! Their blood must be spilled. For the Axe Father! Chaos incarnate! Destruction for all! Destruction for all! Eternal blasphemy! Pursuit of slaughter! Dark princeling! Spread ruin on them! Exalted of course! Oké, azt hiszem, hogy hát egy körváltás megint. Még itt van ez a kis csapat, de hát ezek már ugye nem készülnek el. Gondoltam, ugye létrehozok egy ilyen sereget, amiben csak Aspiring Champion van, de hát... arra már igazából nincs idő. Mivel lassan ugye meg lesz a teljes térkép. Okay, ezeknek itt ugye már nincs területük sem. Irány erre. Nagyon jó. Ezekkel a seregekkel már nem is lépek többet, mivel nincs rájuk szükség. Oké, a Körgen hadicsapat nem tért vissza. Egyelőre. Várjunk, kéne ugye a Chaos Vanguardot fejleszteni. És a frakciónak vége. Tökéletes. Oké, nem volt elég bátor, hogy elfogadja a támadást. Ezeket át tudom alakítani Chosen-re, nagyon jó. Glorious tools of chaos.
corruption. Fight for Karnak! Blood, death, war! The gods. Live to fight! Oké, el tudom venni a Silver Tower of Sorcerers. Nem kellett volna kifosztani. Na mindegy. Ám bár megsemmisült ugye még egy frakció. Igazából arra gondoltam, hogy le kéne győzzem Valkyával Skullbrandet, mert ugye miért ne, szóval ezt a területet meghagyom utoljára. Ja. Egy ütközet, ugye egy összetűzés, egy csata lesz Skullbrand és Valkyá között. Így a végén. Mi a fene? Megmaradt néhány csapattal, megtámadtak. Frakció megsemmisült, oké, az jó. Azt hiszem ezzel vége Slaanesh-nek, ugye Nekarinak. Plusz ugye meglett a Domination Camping Victory. Ami egész király. De miért fogadja el? There will always be blood. Nem kéne elfogadnia. Going with fury. Demon prince of Korn. Ó, itt, igen, ott még van egy terület, ám bár jövök ugye ezzel a csapattal. Oké, mindössze ezért maradt ugye a Skullbrand. Még van ugye három terület a Skullbrandnek, és egy terület, ami fel van égetve. The demonic host!
Leave it, Stella. Demon Prince of Khorne! Blessings of Khorne! The Howling Citadel, király. Slay! Blood for the Blood God! Burneth wills it! War and slaughter! Fight for Khorne! Oké, okay, most már csak ugye egy harcot álfenébe visszatért a Kargenberben. Most már csak ugye meg kéne küzdjek Valkyával, Skarbrandel is kész. Elfoglalom az utolsó területet és megvan a teljes térkép ugye. Hát igazából nagyon, nagyon jó volt ez a kampány, nekem nagyon tetszett, mivel mégiscsak ugye Khorne-t kellett szolgáljuk, és az hát igazából nekem jobban tetszett, mint Slaanesh-t, de mondjuk Slaanesh-el is nagyon jó, vagy ugye Azazel-el is jó játszani, mert mindenkit ugye vazalussá lehet tenni. Igen, ugye ez az egyetlen provincia, ami nincs meg teljesen. Ugye ez az utolsó terület, amit még nincs elfoglalva. Rendben, akkor Valkyával le kell győzzük Skarbrandet, és vége. Ja, egész jó volt. Én nagyon-nagyon élveztem Valkyával ezt a kampányt. Hogy melyik lesz a következő nép, azt nem tudom, de nagy valószínűséggel Cathay. Ja. Mert ugye volt Kislev, volt ugye most Valkya, utána pedig jöhetne ugye Cathay. Utána... Ogrék? Ja. Szépen venni ugye sorban így a népeket. De annyi az egész, hogy... szerintem hamarosan jelennek meg ugye... fognak megjelenni újabb DLC-k, szóval... ja. Lesznek ugye még új népek. Oké, amúgy nekem kell mennem. Khorne... Most ugye... Megmutatjuk Khorne-nak, hogy Valkya jobb, mint Skarbrand. Működik a Summon from Behind. Ojoj, oké. Rendben, Skarbrand erősebb harcos, de...
Ajaj. Valaki el onnan! Nem tud elmenni! Ajaj! Megint veszíti az életerőt! Ne! Oké, a stabilizálódott! Ó, te jó ég! Scarbrand megeszi Valkyát! Ajajaj! Gyere már! 23-26 életerő! De jó ég! Bakker! Hát, igen, az kemény. Nos, oké, Valkia lehet, hogy nem olyan erős harcos, mint Scarbrand, de jobb taktikában felé, mert te jó ég! Te jó ég! Scarbrand! Jézus Mária! Valkiának abszolút semmi esélye nincs Scarbrand ellen. Ajjajjaj. Oké, ezt nem gondoltam volna. Ám bár frakció megsemmisült. Lehet, hogy Scarbrand erősebb harcban, de Valkia erősebb irányításban. Oké, arra gondoltam, még egy körváltás, és... nagyjából annyi. Igen, ugye megvan az összes provincia. És nem jelent meg új nép. Plusz ugye a városok nincsenek teljesen mindegyik kifejlesztve, ugye? De hát az igazából épp annyira nem is lényeges. A lényeg ugye, hogy megvan a teljes térkép. Mindenki legyőzve. Ó, várjunk, még egy kör, mert ugye pont meg lesz az Eye of the Gods. Igen. Hát nem adta a legjobb dolgokat, ám bár az Unholy Fineness plusz 20 melejátnak melej defense a lordoknak és hősöknek. Na várjunk. Wow, 103 melejátnak 89 melej defense, vagy 94, attól függ, hogy milyen cuccai vannak, vagy mi van fejlesztve ugye a hősnek. Azért az durva. Azért az durva. Na jó, nagyjából ennyi lett volna, hogy a diplomáciát nem lett, mert nincs kivel. Ja, meg lett a teljes térkép. Tökéletes. Oké, ugye, hogy melyik néppel lesz a következő, azt egyelőre nem tudom, de majd ugye ki fog derülni. De igazából ketén gondolkodom. És igazából nem döntöttem el teljesen, vagy keté, vagy az ógrék. De hogy őszinte legyek, keté az jobban tetszik, mint az ógrék. Ja. Nagyjából ennyi lett volna. Köszönöm megtekintést, remélem tetszett a kívásos végigjátszás Valkiával. Sziasztok!